one news channel in Hungary. Az ATV is egy különleges angol nyelvű videóval mutatkozott be a világ egyik legtekintélyesebb televíziós összejövetelén. Az ATV többek között Kovács Tamás, a televízió vezérigazgatója képviselte. Itt vagyunk Siamben egy nemzetközi tévés konferencián, amelynek a neve Selyemút Televíziók Nemzetközi Konferenciája. A vendéglátó a Siamben található Shaanxi tartománynak a regionális televíziója, akik rendezték ezt a nemzetközi tévés konferenciát. A konferenciának a célja a Selyemút mellettén található országok médiáinak a partneri együttműködését építeni és bővíteni. Az ATV vezérigazgatója úgy véli, hogy Kína egyre jobban szeretne nyitni Európa felé. Egyre több gazdasági és kulturális programmal szeretnének együttműködni nyugati országokkal, így Magyarországgal is. Kovács Tamás szerint a kínai és magyar televíziós kapcsolatok építése kiváló lehetőséget nyújthat a jövőben arra, hogy egyre több kínai, jó minőségi tudósítás és dokumentumfilm jelenjen meg a magyar média piacon. Magyarországról minket, az ATV-t ért az a megtiszteltetés, hogy egyedüli országos televízióként képviselhetjük hazánkat. A rendezvényen, ezen a konferencián mindenekelőtt szó volt a partnerség eddigi tapasztalatairól, illetve a jövőbeni lehetőségekről. Ezek közül is országunkat a leginkább a tartalomcsere lehetőségek érdeklik, és az ATV-nek pedig lehetősége nyílik a jövőben értékes eredeti forrásból származó kínai hírtartalmakra szert tenni, ezeket megkapni, illetve a jövőben várnak tőlünk forgatócsoportot is kínai dokumentumfilm, illetve dokumentumfilm sorozatok készítésére. A rendezvényen 12 országból több száz résztvevő jött el. Bemutatták Kína egyik legnagyobb tévécsatornájának működését is. Érdekesség, hogy a Xiani televízióban összesen 35 ezer ember 13 különböző csatornán készít műsorokat. A televízió elnöke azt mondta, szívesen adnának Magyarországnak is kínai tartalmakat. Napjainkban a Selyemút program nagy jelentőséggel bír, hiszen ne felejtsük el, hogy Kína a világ egyik gazdasági hatalmává vált, és nagyon fontos számukra a gazdasági beruházások, a gazdasági kapcsolatok építése, és emellett a Selyemút programban nagyon nagy szerepet kap a média kapcsolatok építése is, hiszen így be tudják mutatni a partner országoknak a modern Kínát, annak a fejlődését, a gazdasági fejlődést, a kultúrát, a társadalmat, és hát természetesen a Selyemút programnak az eredményeit is. In the views of many people. A jövőben akár kínai híreket és dokumentumfilmeket is láthatnak majd Magyarországon, amennyiben megvalósul az új kínai Selyemút kulturális program. Többek között erről is szó volt a Xiamenben rendezett televíziós konferencián, ahova Magyarországról országos csatornaként egyedül az ATV-t hívták meg. Nagyon örülök, hogy itt lehettünk, és a találkozó fontosságát mutatja, hogy a kínai kormány egy magasrangú minisztere is részt vett ezen a találkozón. Sikerült egymással egy együttműködési szerződés alapjának a kezdetét lefektetni, és én műszaki területeket tekintve nagyon örülök, mert a kínai fél nagyon fejlett műszaki eszközökben. A broadcastban, a tévében és az onlineban is mind nagyon otthon van, sőt kifejlesztettek egy teljes cloud felhő alapú megoldást arra, hogy a tévék egymás között hogyan tudnak anyagokat cserélni, videókat, képeket, szövegeket, és gyakorlatilag a jövő együttműködése látszik, hogy azon fog múlani, hogy minél gyorsabban és hatékonyan hogyan lehet egymás között az anyagokat kicserélni, adásba tenni. Az ATV műszaki igazgatója szerint a kínaiak az elérhető legmodernebb technikát használják a televíziózásban, ezért is érdemes együttműködni velük. Azt gondolom, hogy nagyon modern, világszínvonalú, semmiben nem szégyenkezhetnek, sőt vannak olyan
megoldásaik, ami nekünk is elgondolkoztató, és szerintem lehet belőlük tanulni. Talán a világítás technikájukat említeném, mindenki ismeri a kínai ledeket, ami már a háztartásokból is benn van, ezt a Broadcast Studio technikába is nagyon ügyesen bevitték, mindenhol az ő saját gyártású kínai eszközeiket láttam, míg más broadcast technológiai eszközökből az Európában, nálunk az átékből is ismert eszközöket találtam meg. Én azt gondolom, az együttműködésnek nem lesz műszaki akadálya, Windows alapú new szoftvereket használnak, felhő alapú szolgáltatásokból is otthon vannak, és ez műszakilag mindenképpen egy jó alapot támaszt az együttműködésnek, gyorsan és jó minőségben tudunk anyagokat cserélni. Egyre több európai országban döntenek úgy, hogy szorosabbra fűzik a kapcsolatot Kínával. A lett állami televízió vezetője is arról beszélt, hogy egyre fontosabb a 21. században, hogy a gazdasági és kulturális együttműködés mellett a televíziók is egyre több filmet és hírtartalmat cseréljenek ki. Úgy vélem, hogy most valami nagy áttörésnek a kezdetét láthatjuk, és ebben vehetünk részt. Az az elsődleges véleményem, hogy le kell rombolnunk azt a sztereotípiát a kínaiakról, hogy még mindig le vannak maradva. Ezzel szemben úgy látom, hogy hihetetlen fejlődésen mentek keresztül az elmúlt időszakban, és most az egyetlen megoldás, hogy kulturálisan közelebb kerülünk egymáshoz. Erre pedig kiváló lehetőség, hogy a különböző országok televíziói filmes tartalmakat osztanak meg egymással, ezt pedig nagyon előremutatónak gondolom. Mindennek az alapja a gazdaság, és ha körülnézünk, jelenleg a kínai gazdaság már jóval előttünk jár, bőven megelőztek minket. Az üzenetük pedig felénk nem más, mint hogy érdemes Kína felé nyitni, érdemes ide látogatni és közös projekteken dolgozni. És valóban úgy gondolom, hogy le kell rombolni a fejünkben a Kínával szembeni sztereotípiákat, mert ez valóban a lehetőségek országa, mi pedig azon dolgozunk, hogy kulturális területen is, így a televíziózásban is minél több információt cseréljünk ki. A televíziós szakemberek többek között arról állapodtak meg, hogy egyre több európai dokumentumfilmet szállítanak majd Kínába. Emellett törekedni szeretnének arra, hogy az európai nagy televízió társaságok minél több és színvonalasabb kínai dokumentum és nagyjátékfilmet mutassanak be. Teljesen meglepett az, amit a kínai televízió technikai felkészültségéről láttam. Az is meglepett, hogy milyen őszinte érdeklődéssel fordulnak az európai kultúra felé, és hogy mennyire szeretnének információt cserélni velünk. Az a benyomásom, hogy a kínaiak nem csak beszélnek és ígérgetnek, hanem valóban tenni is szeretnének valamit azért, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a különböző televíziós csatornák. Ez a konferencia az első lépés a közös jövőbeni munkához, amely nem sokára meghozza majd a gyümölcsét. A Xiani Televízió Kína egyik legbefolyásosabb állami televíziója. Eddig már csaknem 40 országgal kötöttek együttműködési szerződést. Most azt tervezik, hogy az egykori Selyemút mentén elhelyezkedő országokkal egy új televíziós együttműködési megállapodást írnak alá, amelynek a legfontosabb célja, hogy újraélesszék a több ezer éves Selyemút kulturális kapcsolati rendszerét modern változatban, többek között a televíziózásban. Hihetetlenül fontos számunkra, hogy elkezdjük az együttműködést külföldi televíziós csatornákkal. Ezért is hívtunk meg 12 országból televíziós szakembereket, köztük önöket az ATV-ből. Úgy véljük ugyanis, hogy a gazdasági fejlődés együtt jár azzal, hogy megosszuk önökkel azokat a kulturális értékeket, amelyeket mi képviselünk itt Kínában. A gazdasági fejlődés az csak egy dolog, de mindenféleképp úgy vélem, hogy hatalmas lehetőségek vannak a televíziózás területén. A kínai kormány most egy új reformot hirdetett meg, melynek a lényege, hogy kinyitjuk az országot nyugat felé. Egyre több szerződést és megállapodást szeretnénk kötni más országok televízióival, hogy működjünk együtt a jövőben. Ennek az alapja a régi Selyemút, melyet most a 21. században újraélesztünk. A Selyemút mentén fekvő országokkal különösen jó gazdasági és kulturális kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni. A mi televízión kapta azt a feladatot, hogy minél jobb és több kapcsolatot építsen ki a Selyemút országaival. A kínai kormány legfontosabb üzenete, hogy a jövőben egyre szorosabban működjünk együtt gazdasági, kulturális és természetesen a televíziózás területén is. A konferencia fővédnöke a kínai kormány kulturális és propaganda miniszter helyettese volt. Zhuang Changxing személyesen tárgyalt Kovács Tamással, az ATV vezetőjével. A találkozó után a vezérigazgató azt mondta, hogy a kínai kormány egyre inkább elkötelezett a tekintetben, hogy nyitni szeretnének nyugat, azaz Európa felé,
ezért egyre több európai országgal és televíziós vezetővel szeretnének konkrét megállapodást kötni hosszú távú televíziós tartalmak cseréjéről. This is Shanxi Province, China. Nowadays. Manapság a nézőket egyre jobban érdekli az, hogy mi történik a nagyvilágban. Tudni szeretnék, hogy milyen a politikai helyzet például a szomszédos országokban, vagy éppen mi foglalkoztatja ott az embereket. Egyre nyitottabb világban élünk, és mindenkit foglalkoztat, hogy milyen irányba haladnak a különböző gazdasági folyamatok. Ezért is lehet fontos, hogy minél jobban megismerjük egymás kultúráját, erre pedig a televíziós együttműködések kiváló alapot adhatnak, az egészet pedig azzal érdemes elkezdeni, hogy ellátogatunk egymás országába. A nepáli televízió elnöke arról beszélt, hogy szívesen működnének együtt például az ATV-vel. Szeretnének magyar híreket, filmeket és tudósításokat bemutatni. Laxman Humagány televíziós vezető szerint, ha különböző országok televíziói együttműködnek, az kiváló hatással lehet a két ország közötti gazdasági és turisztikai kapcsolatokra. Ezért is tartja fontosnak, hogy minél több magyar tartalmat tudjanak bemutatni, például a nepáli televízióban. Eddig ugyanis már 32 különböző országgal kötöttek együttműködési megállapodást. Nem csak a kínai televízióval tervezünk együttműködést, hanem például nyugati országokéval is, gondolok itt Magyarországra például. A kollégákkal már beszélgettünk arról, hogy szívesen fogadnánk Nepálban magyarországi híreket, de ugyanúgy mi is szívesen küldünk filmeket és riportokat az önök országába. Ezek a filmes cserék pedig kiváló alapja lehet egy hosszú távú együttműködéshez, amelyhez később egyre több ország csatlakozhat. A mongol televízió elnöke azt mondta stábunknak, hogy egyre több külföldi tudósítást és dokumentumfilmet szeretnének bemutatni Mongóliában. A kooperáció a legfontosabb a különböző televíziók között. Azt nem vitathatjuk el most a kínaiaktól, hogy ők a világvezető gazdasági hatalma. Ezért is fontos, hogy jobban megismerjük egymást. Ehhez az elsődleges lépés, hogy kulturális információkat cseréljünk egymással. Azt látjuk most, hogy Kína kinyitotta a kapuit. Nekünk pedig élnünk kell ezzel a lehetőséggel. Ha röviden szeretném összefoglalni a kínai nyitási politikát, akkor a legfontosabb az, hogy minél több területen cseréljünk információt a televíziózásban. A Xiani televízió vezérigazgatója arról beszélt, hogy hosszú távon mindenképpen szeretnének Kelet-Európában egy nagy televíziós és filmes gyártóbázist felépíteni. Bár eddig nem döntöttek arról, hogy melyik országban lehetne az új kínai tévés főhadiszállás, de mindenképpen szóba került, hogy esetleg Budapesten hozzák majd létre. Egyre több kulturális együttműködésre törekszünk más országokkal. A televíziós együttműködések, azok hidak lehetnek az országaink között. Ezért is gondoltuk úgy, hogy minél több országot vonunk be az együttműködésbe. A régi Selyemút újraélesztése egy kiváló lehetőség arra, hogy egy nagy nemzetközi együttműködést hozzunk létre a különböző televíziós csatornák között. A televíziós műsorgyártók és szolgáltatók együttműködése pedig kiváló lehetőség arra, hogy jobban megértsük egymás kultúráját. Ez pedig vonza magával a turizmus fejlődését és kétoldalú gazdasági kapcsolatok bővülését is. A szervezők azt ígérik, hogy mostantól rendszeresen tartanak szakmai, televíziós összejöveteleket, és a jövőben megpróbálnak minél több országot bekapcsolni az együttműködésbe azért, hogy a lehető legtöbb tévétársaság tudjon új és színvonalas kínai televíziós tartalmakat sugározni.